Hello, hello! Sziasztok, srácok! Éderon Bills! A mai részben pedig azoknak szeretnék segíteni, akik esetleg most gondolkodnak azon, hogy elkezdenek dogolni. De kezdjünk hozzá! Hát most, hogy a Moto Sunday által szervezett 2018-as motovlogger versenynek a végére értünk, hát most már jóval utána vagyunk, és elég pocsék idő is volt, meg én is eléggé elhavazódtam, szóval emiatt egy ideig nem hallhattatok rólam, legalábbis ami a YouTube-ot illeti. És így a verseny kapcsán arra gondoltam, hogy mivel elég sok relatíve jó, illetve leendő motovlogger került elő, így megfogalmazódott bennem az, hogy mi lenne, hogyha segítenék azoknak, akik esetleg most gondolkodnak azon, hogy elkezdenek vlogolni, és hogy mire is van ehhez szükségük, hogyan kezdjenek hozzá, hogy egy kicsit felkészültebbek legyenek a jövő évi versenyre. Hát ugye az első és legfontosabb dolog az az, hogy ha még nem vlogoltál, csak videótartalmat készítettél, vagy netalántán még az sem, akkor első körben én azt tudom javasolni, hogy ülj fel a motorodra, és menjél ki egy zárt parkolóba, vagy hogyha motorozol közben, akkor csak közúton, próbálj meg magadba beszélgetni bármilyen témáról, ami igazából az eszedbe jut, és ez idő alatt, amíg ezt csinálod, figyelj arra, hogy próbáld meg jól kezelni a motorodat, hogy ezt megbízhatóan tud használni, illetve mennyire fogsz tudni összefüggően beszélni. Tehát, hogyha eljutsz már arra a szintre, hogy relatíve jól megy az összefüggő beszéd, akkor célszerű elgondolkodni a következő lépésem, az pedig egy kamerának a beszerzése. Hát ugye így gyakorlatilag határa csillagos ég, YouTube-on nagyon sok videót lehet találni különféle kameratesztekről. Jellemzően akik most kezdik ezt el, vagy nem akarnak annyira sok pénzt ráadozni, mondjuk venni egy GoPro-t, ők jellemzően ezt a 30 000 forintos kategóriát célozzák meg, és el kell, hogy mondjam, hogy ebben a kategóriában is vannak nagyon jó kamerák. Tehát például ami a sisakomon van TI kamera, vagy ami itt a facecamem egy SC4000-es, ezek szerintem már tudják azért azt a minőséget, ami jellemzően jó használható, illetve ezeken túlmenően van még ugye például a GitHub-nak a kamerái, például a GitHub 2-es, és hát több más kamera, amit még lehet használni, de ugye mindenre gyakorlatilag ott van a YouTube, és meg tudja nézni mindenki, hogy melyik minőség, hogy jön be neki, mennyit hajlandó rá áldozni. És hogyha a kamerád megvan, akkor a következő dolog, amit mindenképp meg kell fontolni, az a hangnak a rögzítése. Na most a hang rögzítése, az történhet kétféleképpen. Az egyik, amikor közvetlenül a kamerán keresztül rögzíted a beszédet. Tehát erre nagyon kevés kamera képes. Hogyha jól emlékszek, akkor a GitHub 2 például tudja a közvetlen csatlakozást, a TI-nak is vannak olyan kamerái, amik képesek közvetlenül egy külső mikrofon csatlakoztatására és ezáltal felvenni. Ugye a GoPro nyilván alkalmas erre a célra, viszont a GoPro esetében az mindenképp szem előtt kell tartani, hogy ott egy külön átalakítót még fel kell tenni a motorra, vagy a sisakra, ahhoz, hogy tudják közvetlenül kamerát vagy mikrofon csatlakoztatni. És hát ugye ott vannak például az SC-nek a 6-os 7-es szériái, amik már gyárilag tudják azt, hogy egy külső mikrofont erre rácsatlakoztas. Na most ennek annyi előnye van, hogy gyakorlatilag nem kell egy diktafont vagy egyéb dolgot magaddal cipelni, viszont jellemzően nem is kapsz annyiféle hangfelvételi beállítási módot, mint amit mondjuk egy külső felvevő eszköz neked tud garantálni. Na most, hogyha véletlenül úgy döntesz, hogy egy külső felvevő eszköz használsz, aka diktafon, akkor ebből célszerű nem spórolni ezen az eszközön, és itt is már egy 30 000 forintért lehet kapni például egy Zoom H1-est, amit HH használ. Na, de rohadt nagy vagy, és de rohadt lassan kanyarodsz. És ugye a másik, az pedig például egy Tascam DR05-ös, amit én használok. Ennek a kicsomagoló és bemutató videójáról is itt a jobb felső sarokban találtok egy kis kártyát, ezt nézzétek meg nyugodtan. Ebben a régi felvevő rendszeremet úgy mondom, hogy gyakorlatilag egy telefonos app volt, egy sima, egyszerű telefonos mikrofonnal az elején, és utána pedig a,
a taskám. Hát lényeges különbség van a kettő között. Tehát ugye amit ezek képesek adni, az az, hogy rengeteg albeállítási funkciót kapsz, például high-cut, low-cut filterek, amivel tudod szabályozni a felvételnek a tisztaságát, a bemenőjelnek az erősségét tudod szabályozni, a felvétel típusát be tudod állítani. Tehát nagyon sok olyan extra funkciót kapsz egy ilyen setup-pal, amit egy közvetlen mikrofon nem képes kezelni, és ezáltal sokkal jobban is szerkeszthetőek esetleg utólag ezek a hangfájlok, hogyha szükséges. És ugye, hogyha megvan a videónk és megvan a hangunk, akkor egy külső diktafon esetében még egy jobb minőségű mikrofonra van szükségünk, egy szélzsákkal, ami azért jellemzően jól kiszűri a külső szélzajokat. Hát egy ilyen mikrofont, legyen ez akár kondenzátoros mikrofon, vagy egy sima analóg mikrofon, azért jó esetben már ilyen 50 ezer forint környékén, 50 ezer, rendőrök elvették az eszemet. Szóval ezeket jellemzően azért már ilyen 10 ezer forintos összegért már be lehet szerezni, tehát összességében egy jó rendszert már ilyen 70 ezer forintért össze lehet rakni. És ugye, hogyha megvan minden ilyen eszközöd ahhoz, hogy ezeket tud kezelni, akkor szevasz, akkor utána igazából már csak a témádat kell összeválogatnod, felmondani őket ugye a diktafonra, felvenni a videóanyagot, és ami még mindenképp kell, az, hogy megtanulj kezelni egy jó vágóprogramot. Na most itt nem szeretnék márkákat mondani, illetve típusokat, kinek melyik jön be, nem érdek, van az interneten, amit ugye lehet használni, vagy megvásárolni. És hogyha jól összeállt a videód, összeraktad, akkor utána gyakorlatilag fel kell töltened a YouTube-ra. Szerintem ezekre van szükség ahhoz, hogy el tudj kezdeni vlogolni, aztán a többi az meg majd igazából jön magától, meg kialakul. Na most ez tök jó volt, ez a marha sok üvegszilánk itt az úton. Na, tehát ennyi lettem volna, srácok. Remélem, hogy sikerült segítenem azért pár embernek ezzel a kis videóval. Ha kérdésetek van bármiféle setup-val, eszközökkel, stb. Kapcsán, ne féljetek nyugodtan kommentelni, kérdezzetek, illetve hogyha tetszik a tartalom, vagy egyéb ilyen dolog, akkor iratkozzatok fel nyugodtan a csatornámra, és találkozunk a következő részben. Addig is legyetek jó, széles utat, sziasztok!